Az öregedést visszafordítani, megállítani nem tudjuk, de lassítani igen. Dr. Papp Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus a vendégünk. Jó reggelt! Akivel gyakorlatilag elsajátítunk pár praktikát, és ötletet kapunk, hogy hogyan lehetünk lassabban ráncosak, ugye, Krisztián? Nekem nem tudom, igazából nekem nem számít, én azt gondolom, férfiak esetében. Teljesen a férfiak, azt többször is mondtam, inkább kipihentek szeretnének lenni, így és van. Nem szépek, vagy ránctalanok. Inkább a hölgyek azok, akik jól áll nekik néha, kicsit, igen, szarkaláb. Szépek is lenni, nem csak fiatalok. Picit messzebbről indulnék ezzel a dologgal. Ugye régebben az volt, hogy mindenféle szilikont meg műdolgokat tettünk az arcba, azzal próbáltuk valahogy az öregedés folyamatát lassítani. Ez egyre inkább eltoródott a természetes irányba, és ahhoz, hogy az öregedés folyamán úgy ne elkezdenek a volumen hiányok kialakulni, a zsír is elfogyatkozik, zsír is átalakul az arcban, eltolódik, ott jelenik meg, ahol nem szeretnénk, például azt szoktam mondani, hogy megkutyásodunk, akkor ezért a természetes anyagok is szóba kerültek. Jöttek például a hialuronsavak, amelyekkel nagyon jól lehetett ugye volument pótolni. Viszont most már a zsír is egyre nagyobb teret kap. Olyannyira, hogy a múlt évben az Egyesült Államokban 41%-kal megnövekedett a saját zsír átültetéseknek a száma, tehát ez egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt kap. Tehát egy kis zsírt leszívnak, vagy a hasnak az alsó részéből, vagy a combnak a belső felületéből, és azt pedig egy kis kanülön keresztül visszatesszük, visszainjektálják az arcba. És ez teljesen biztonságos eljárás? Ez nagyon biztonságos, és ez nem csak volument pótlunk, hanem arra is rájöttek, hogy ezekben a zsírsejtek mellett vannak őssejtek, nagyon sok őssejt, és ugyan volument pótlunk az arcba történő zsírültetéssel, de meg is szépül a bőr felette. Uh-huh. Őssejtekkel, akár ránctalanná is válik, tehát hogy minimalizálódnak ezek a ráncok. Magyarországon ezt már szerintem egyébként nagyon sokan használják és alkalmazzák. Itt mindig talán inkább az a kérdés, hogy az a fajta zsírréteg, amit visszaültetünk, az ugye mennyi idő alatt oszlik mondjuk szét, vagy mondjuk fogy el ugyanúgy? Lehet ezt egyébként tudni, vagy mondjuk páciense válogatja? Mennyi idő alatt tapad meg, ez az első kérdés, és hogy mennyi tapad meg belőle. Általában, ha ez kézzel történik, ez a zsírleszívás, akkor az 50%-át tudjuk mondani, hogy annyi tapad meg belőle. Ugye ennek a zsírba bele kell nőnie a kicsi ereknek, hogy a sajátunká váljon. Ha ez egy speciális egyéb géppel és eljárással történik, akkor akár 85%-a is megtapadhat. Na most ez a zsír, ha megtapad, akkor ez úgy viselkedik, mint a zsír máshol a testünkben, tehát ez velünk együtt hízik és velünk együtt fogy. Uh-huh. Tehát akkor innentől indul az öregedésnek a folyamata, akkor ez a zsír kezd el majd a mi genetikánknak és a genetikai óránknak megfelelően fogyni, átalakulni, lecsúszni. Tehát ez azért sokáig. Azt mondják egyébként, hogy a vér is nagyon jó, vannak erre terápiák, ugye, és ez is egy ilyen legenda, nem tudom, hogy ez igaz, hogy a férfiak azért öregednek később arcban, mert hogy a borotválkozás során kiserken a vérük, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen öngyógyító folyamatot eredményez. Ez egy legenda, vagy ez tényleg valós? Hát mennyire serken ki a vérük a férfiaknak a mostani borotválkozás? Te nem is szoktál borotválkozni. Én 15 éve nem borotválkoztam, úgyhogy nálam ez a... Akkor ez legenda. Ez inkább legenda, csak legenda. Igen. Az elv az igen, az jó lenne, mert mikrosérülések egy kicsit a kollagén stimuláljuk, de hát itt nincs vérfürdő nyilván a férfiaknak, különösen amióta az elektromos borotvát használják, de maga az alapelv az igen, az jó, tehát ez természetes. Nőknél viszont működik. De a férfiak azért öregednek egyébként lassabban, mert vastagabb a bőrük. Mert vastagabb bőr a képükön. Van bőr a képükön, ugye innen jön ez a mondás is, vastagabb a kötőszövetük is. Férfiaknak inkább a szem alatti régióba szoktak betölteni zsírt, az onnan egy kicsit úgy elkezd fogyni, de a hölgyeknek, azt szoktam mondani, aki nyaktól lefele 40 éves kor környékén csinos, ott az arcával mindig kell valamit csinálni. Mert tehát az első korhatár körülbelül a 40-es korhatár, amikor először a hölgyekhez hozzá kell nyúlni, vagy lehetséges? Nem, én azt szoktam mondani, hogyha zsír tekintetében, attól függ, ha már valakinek nagyon vékony az arca, fiatalabb korában és szeretne egy kicsit úgynevezett arcszobrászatot is, tehát egy kicsit az arc formáján is alakítani, nem sokat, csak kicsit, akkor ezt már fiatalkorban is meg lehet csinálni. De ha szeretné az eredeti arcformáját megtartani,
és a zsírnak a megfogyatkozás volumenpótlásról van szó, az inkább igen 40 év fölött az, amikor inkább előtérbe. Általában ekkor jut eszünk be, holott, ha jól tudom, 25 éves korban már elkezdhetnénk harcolni az öregedés ellen. Ez így van, csak nagyon minimális dolgokkal, 25 évesnek megfelelő különböző kezelési módokkal, akár kozmetikai, akár mezoterápiák, tehát egy kevésbé invazív eljárás. A krémek azok inkább csak fenntartják a meglévő bőrnek, inkább hidrálás céljából. Tehát az, hogy krémtől eltűnjön egy ránc, az nem történt meg soha. Tehát, hogy az nem igazán jellemző. Nézlek téged, Anett, igazából rendben vagy. Tehát neked még semmilyen beavatkozásra nincs szükséged. Köszönöm. Gyönyörű, azért azt eláruljuk a nézőknek, hogy egy órával ezelőtt azt mondta, hogy hogy nézel ki. Az még a swingja volt. De azért élőadásban megdicsért aranyos a Krisztián. Jó, tehát akkor a krém az nem feltétlenül egy jó megoldás erre, viszont vannak praktikák, amiket mondjuk sztárok alkalmaznak, sőt, én olvastam Sisi-nek van, a Sisi praktikáiról írtak egy könyvet, és ő is használt mindenféle extrém dolgot, például bárányhúst tett a ráncaira, meg hasonlók, tehát a mézet is használta, tehát hogy ilyen természetes eszközökhöz nyúljunk bátran, vagy használjuk ezeket? Természetes eszközök, igen, ezek fontosak, otthon lehet használni, lehet akár ilyen tojássárgáját kikeverni mézzel, például a szárazbőrűeknek, vagy akár uborkát, ugye egy fáradt szemre lehet tenni, vagy tehát ezek nagyon jók, ezek a bőrt hidrálják, de igen, igazán szignifikáns öregedés, megelőzés az nem igazán jellemző ezekre a házi praktikákra, ez csak kiegészítésképpen egy erős bőrhidrációt tart fenn. Még egy picit a zsírra visszatérve, nem csak az arcba töltenek zsírt, hanem most már kezdik külföldön felváltani a mellimplantátumokat is a zsírbetöltés, mert hogy egy természetesebb mellett lehet kapni, akár vágás nélkül, úgyhogy ennek egyre nagyobb és nagyobb keretje lesz, és most már a zsírokat elkezdték a térdekbe is betölteni, tehát mint gyógyászati terápiás. Igen, fontos, amit el szokott fogyni a hölgyeknél, szoktuk látni, hogy az öregedés egyik leg... Nem, sportsérülése. Sportsérüléshez. Tehát maga az ízületbe, a térdekbe. Azt arra még akkor olyan idősebbeknél, akiknek ízületi kopásuk van. Ezt érdemes lenne erről egy későbbi adásban is. És az például, hogy Eva Mendez ugye Magyarországon járt, azt hiszem, hogy találkoztatok is. Így van. Ő neki mire volt szüksége? Mert az én telefonszámot nem adtad oda neki. Nem kérdő. Meg volt otthon neki a társa, úgyhogy nem van kérte. Neki otthon egy olyan társa, hogy igen, nem kellett a telefonszámot, Krisztián. Igen, fantasztikus tudni. Egyéniség egyébként, és nagyon kedves, mindenféle sztár alűröktől teljesen mentes. Hetente járt hozzánk, és mivel nekünk elég széles a spektrumunk a kozmetikától egészen a plasztikai sebészetig, mindent különböző kipróbált dolgokat lehetett igen igénybe venni. Megmondom őszintén, hogy csak egy picikét kellett, nem sokat kellett vele csinálni, ő természetesen is nagyon szép és gyönyörű és kiváló genetikai adott. Hát mindegy, hogyha legközelebb jön, adom a kártyámat, neki? Akkor mindenképpen jó, hogyha párja nem jön, akkor az én telefonszámot felhívhatja, és én is akkor tudok vele egy kicsit foglalkozni. Megemlítem neki. Jó, mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük. Jó Isten. Ne legyél már ilyen, Anett. Most mi a baj? Hát Eva Mendez, kihagyhatatlan. Mert Ryan egy olyan pasi, hogy... De nem jön vele mindig. A Berki meg egy olyan pasi, hogy Magyarországon. Dr. Papildikot lehet hívni, 0-35-15-93-99, ez a szám, úgyhogy nyugodtan kérdezzenek tőle bármit az öregedéssel kapcsolatban és a lassításával kapcsolatban. Köszönjük.